Fiatal nővéred most szült. Ma lesz az első fürdetés. Nem csinált még ilyet soha. Téged kér meg, hiszen te elvégezted a csecsemőgondozási tanfolyamot, hogy fürdesd meg a háromnapos gyermekét. Ilyen feladatokkal kellett megbirkózni azoknak a fiataloknak, akik részt vettek szombaton a 27. országos csecsemőgondozási vetélkedőn. Több típusú feladat van, három nagy csoportra lehet őket szedni. Vannak a gyakorlati feladatok, ahol a csecsemők és kisgyermekgondozás mindennapi jól ismert fogásait kell bemutatniuk a versenyzőknek. Etetés, itatás, pelenkázás, különböző tanácsadásokkal kell esetleg készülni, mert hogy kvázi arra készítjük a versenyzőket, hogyha nekik lesz majd gyermekük, akkor egyébként hogyan is kezdjenek hozzá. Picit, hogyha a nézők is belegondolnak abba, hogy amikor a legelső gyermeküket vállalták, vagy a legelső érkezett a családban, hogy mennyire nehéz volt, hogyan is kezdjek hozzá. Esetleg feltartott kézzel nézték, hogy úristen, hogy kezdjünk ennek a folyamatnak neki. Ezt szeretnénk ezeknél a versenyzőknél elérni, ezeknél a fiataloknál, hogy ők ne úgy álljanak, amikor az első gyermek megérkezik a családba, akár kistestvér, akár a sajátja. A Magyar Vöröskereszt a 70-es években szervezte meg először a versenyt, majd sok éves kihagyás után 1994-ben öltött új formát az elképzelés, hogy a fiatalabb korosztálynak minden szempontból előnyére válik, ha képet kap arról, milyen fontos egy kisbaba szakszerű ellátása. Kachlikné dr. Simon Márta hosszú évek óta foglal helyet a zsűriben. Arról beszélt, lényeges az is, hogy a diákok közösen tudják megoldani a gondozással kapcsolatos feladatokat. Ez nem egy hajcsár feladat, hanem az, hogy hát körbenézzen az állomásokon, és látom azt, hogy ezek a fiatalok egymásért hogy izgulnak, ezek a kis alsótagozatosak, vagy akár a középiskolaiak. Összetartás is van, és ha az a feladat, hogy hárman dolgoznak, és egy előbb elkészül, el tud menni a másiknak segíteni. Tehát ilyenre is ad egy felkészülést az élethez, hogy segít a felnőtt társán, nem csak azzal, hogy a baba hogy van ellátva, vagy hogyan dolgozik éppen a feladat megoldásán. Úgyhogy ez mindenképpen jó dolga a Vöröskeresztnek, hogy ifjúsági vonalon is tartja ezeket a közösségi foglalkozásokat és egyben szakmai dolgokat. Gurály Edina, a Vöröskereszt megyei vezetője elmondta, a csapatok összetétele a vármegyében változatosan alakult. Az országból összesen 28 csapat érkezett, két kategóriában versenyeznek a fiatalok, az egyik kategóriában az általános iskolás csapatok, a másikban pedig a középiskolás csapatok indulnak. A megyénkből 4 csapat készült fel erre a versenyre. Ennek van egy rendhagyó része is, hiszen nagyon sokan élnek itt a megyénkben ukrajnai menekültek, és ebben az évben őket is meginvitáltuk erre a versenyre. Gyerek kategóriában vendégcsapatként készült föl 3 Nyíregyházán élő gyerkőc, és az ifjúsági kategóriában pedig nyírbátori édesanyák készültek föl, és mérik össze a tudásukat, hogy van-e különbség a magyarországi, illetve az ukrajnai csecsemőgondozási és kisgyermekgondozási protokoll között. A kislányok természetében benne van, hogy babáznak. Itt a versenyen viszont szakszerű tudásról kellett beszámolniuk, amely érintette az öltöztetést, az életkornak megfelelő táplálást, a fürdetést, de akár a szoptatás ajánlott, érvényben lévő protokollját is.